nagy városba, az égből lesz állam. Itt szent imádságban Gábriel találom, édes köszöntéssel az Isztus így szólam. Üdvözlégy te kegyes Isten szép leánya, Jesszétől származott Ádám unokája. Az Éva asszonynak lett tisztább magzatja, Áron veszélyének megújult virága. Tégedet az Isten leginkább szeretett, sok nemzetek közül magának eljegyzett. Kilenc angyali kar koronát készített, hogy megkoronázza azzal szent fejedet. Készíts azért szállást az Isten fiának, mert tégedet vallott szentséges anyjának. Te méhet kívánta az ő szállásának, téged mond az írás Salamon házának. Az Úrnak igéjét örömmel elvárom, mint Isten akarja, én is úgy akarom. Tiszta hajlékomba, ha tetszik, bezárom, mert szüzességemben tudom, nem lesz károm. Világosítsa meg az Úr én házamat, ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat. Piros hajnal után hozza fel napomat, hogy meglássam én is az én Krisztusomat. Szeretettel köszöntöm ezen a mai estén városunk és Erdővidék megjelenteit itt a Diákdombon, ahol ismét meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát, és köszönetemet fejezem ki munkatársainknak, akik önkéntes munkával ezt az egyszerű és nagyon szép adventi koszorút elkészítették. Köszönetemet fejezem ki a Katolikus Egyháznak is, hogy kórusukkal, valamint tisztelendőjükkel, ennek a mai napnak a házigazdái, és elindítjuk útjára az idei adventi ciklust. Kedves barátaim, az elmúlt évtizedekben a természettudósok azt fedezték fel, hogy a világ óceánjaiban élő bálnák egyre nagyobb százalékban, egyre nagyobb számban vetik partra magukat. És el is nevezték őket öngyilkos bálnáknak. És azt is látták, hogy a delfinek is hasonlóképpen cselekeznek, és öngyilkos delfinekké válnak. Aztán azt is felfedezték, hogy különböző meleg tengereken a frissen a tojásból kimújt tengeri teknősök nem a tenger vize felé indulnak el, hanem a homokos part felé indulnak el, és ők is ezével és tízezével és százezrével esnek áldozatul egy hamis fénynek. És amikor megnézték, hogy a bálnák és a delfinek és a kis, a tojásból alig kibújt teknősök miért jutnak olyan gyorsan az életük végére, akkor felfedezték azt, hogy az a felgyorsult világ, ami az elmúlt százesztendőben létrejött és egyre gyorsabban és gyorsabban vágtat, megváltoztatott 10 meg 100 ezer esztendős ciklusokat, és ezt a gyors változást nem tudják követni ezek a csodálatra mértő óriási, akár 120 tonnát is kitevő élőlények. Mert amit 10 meg 100 ezer évek alatt megszoktak, és beleépült az életciklusukba és a genetikájukba, azt a 20. században felgyorsuló tengeri közlekedés, a motorzaja, a hajók motorzaja, a különböző hullámok, amit kibocsátanak, megzavarják. És a kis teknősök azért pusztulnak el egynaposan, félnaposan,
mert hagyományosan, amikor kikeltek a meleg tengerparti homokban, este, alkonyatkor, akkor elindultak a nyílt óceán vize felé, mert a holdnak a fénye az óceán habjairól visszacsillant, és ők tudták, hogy a fény felé kell menjenek. Viszont nagyon sok zónában strandok épültek ki, amelyek éjjel-nappal világítanak, és a tengeri teknősök, akik kibújtak és nem tudnak a világról semmit, csak annyit, hogy az első mozdulatokkal el kell indulnak a fény felé, azok nem a távoli óceán habjain megcsillanó fényt, hanem a nagyon közeli éjszakai turista mulatóhelyek fényét veszik figyelembe, veszik irányukká, és nem az életed adó óceán felé, hanem a szárazföldre menekülnek, amely teljesen életidegen környezet az ő számukra. És évről évre azt látom, hogy mintha versengés volna a világban, hogy ki gyújtja meg a leges-legelső karácsonyfát. Azt látjuk és látjuk nem csak a közeli városokban, hanem az egész világon, hogy november végén, december 1-én meggyújtják a karácsonyfát és elárasztják fénnyel a városokat. És aki ezt a divatot, aki ezt a versenyt nem követi, az ómódi, konzervatív, a világtól elmaradt. De kérdezem én, és csak kérdéseim vannak, hogy jó ez? A külsőségekkel, ezekkel a gazdagon feldíszített kulisszákkal mi vajon nem hamis fényt teremtünk? Ugyanis az advent, amiben vagyunk, ma várakozásnak hívjuk, a várakozás időszakának hívjuk, de eredetileg az Úr eljövetelét jelentette, és évszázadokra visszamenőleg az egyházi gyakorlat a visszavonulást, a magunkba zárkózást, az elcsendesülést, a befele vonulást, és nem pedig az exteriorizálást jelentette. A bőtöt jelentette, és nem a tobzódó lakomát. A természetes napi ciklusból adódó sötétséget jelentette, és nem azt, amikor a sötétségből nappalt akarunk csinálni. Az orvostudomány bemutatta, hogy ha mesterséges fénnyel felborítjuk a napi ritmusunkat, akkor a cirkadián ritmusunk felborul, és mindenfajta testi és lelki nyavajákat, betegségeket okoz. Vajon, hogyha karácsony előtt, amely egy háromnapos ünnep, és amelyel azért ünnepeljük három nap, hogy tudjuk megélni a karácsony csodáját, amely egy születésnek az évfordulója. Ha a karácsony előtt egy hónappal előtte elkezdjük meggyújtani az összes fényt, amivel rendelkezünk, azzal jót teszünk? Mindenkinek van a születésnapja egy évben, egy esztendőben. Mikor kezdi ünnepelni? Akkor? Vagy egy hónappal korábban? Hogyha egy születésnapot egy hónappal korábban kezdünk ünnepelni, vajon amire odaérünk a pontos évfordulóra, nem fakul meg, nem ég ki annak a varázsa? Filmekben láttuk, és valószínűleg vannak itt is, akik már hasonló meglepetésben részesültek, hogy a születésnapot úgy ünnepelnek meg, hogy senki nem tud semmiről, és egy meglepetést készítenek elő. És amikor hazamegy az ünnepelt, egy sötét házba érkezik, és amikor belép a szobába, kísérővel vagy anélkül, akkor egyszerre meggyúl a villany, és kiderül, hogy ott van mindenki, aki számít. Ott vannak a szerettei, ott vannak a rokonai, ott vannak a barátai. Hát attól meglepetés, mert hogyha ezek a rokonok, ezek a szerettek, ezek a barátok nem abban a sötét szobában várnák meg az utolsó pillanatot, hogy a felgyúló villanyfény meglepetés erejével egy óriási örömet okozzanak, hanem már kivolnának gyűlve az utcára, vagy fényárbálna az egész ház, akkor pontosan az a varázs veszne el, amely ezt a meglepetést egy igazi maradandó élményé teszi. Van az advent, ami bőttel kellene járjon, az a Lucullushoz hasonló lakomákban tobzódásnak az időszakává átfordítva, jó, vagy pedig vissza kellene forduljunk a szikár kulisszákhoz. Amikor elfogadjuk, hogy igen, a Jóisten 5 órakor leoltotta a villanyt. És azt az este 5 órától másnap reggel 7 óráig tartó sötétet csak kicsi pislákoló fényekkel tegyük megvilágítottá. Az adventi gyertya fénye csak kicsi pislákoló gyertyalánk. Én azt mondom, hogy ahhoz kellene ragaszkodni. Mert vajon mi azok az erős emberek vagyunk-e, akik jó időket hoztunk létre?
Vagy azok a gyenge emberek vagyunk, akik a jó időket megélve nehéz időket hozunk létre. Valószínűleg, hogy ezt eldöntsük, nem tehetünk mást, mint hogy visszafordulunk az eredeti párbeszédhez. A párbeszédhez Istennel. Gondolhatják, hogy hát hogy lehet az Istennel beszélgetni? Hát hiszen ő nem ad választ. És valóban hiába teszünk fel egy kérdést, és nézzük a mennyezetet, vagy nézzük a mennyet, akár éjszaka, akár nappal, hangzó szózat nem hallatszik. Képek nem jönnek. Viszont Istennel lehet párbeszédet folytatni. A mi részünkről az imádság az, ami Istenhez szól, amivel mi szólunk hozzá. És mi, amikor ő szól hozzánk, a megérzéseink. Azok a zsigeri megérzések, amelyet mindannyian tapasztalunk, hogy mindenfajta racionalitástól eltérően bejön egy ember, és bármit mondtak róla, az első benyomásom, az első megérzésem azt mondja, hogy jó ember, vagy fordítva, bármilyen szépet mondtak róla, azt mondom, rossz ember. Vagy a helyzetek. Úgy tűnik, hogy egy veszett helyzetnek megyek neki, és mégis az a megérzésem, hogy ebből jól fogok kikerülni, gazdagabban fogok kikerülni. Vagy fordítva, amikor minden arra mutat, hogy ez egy gyönyörűséges diadalmenet lesz, és mégis az a megérzésem, hogy nem, messze nem erről van szó. Ha megengedik, egy rövid verssel visszatérek ehhez a kis pislákoló gyertyalánkhoz. Eltekintek a világszerte felgyúlt, sok millió égőt megvilágító fénytobzódás színkavalkádjától, és egy kis gyertyalánggal szeretnék egy verset mondani önöknek. És mivel ezt ma délután találtam meg, engedjék meg azt, hogy ezúttal eddigi szokástól eltérően egy kicsit konzultáljak az írott részével. Dzsida Jenő, gyertyalánk. Gyertya vagyok az éjszakában, fényért harcoló gyönge bajnok. Te sóhajtozol, Istenem, és én jobbra hajlok, s balra hajlok. Csak gyöngén viszel a kezedben, mert lanyha szolgád vagyok, vásott. És ezért zizeg az esti szél a te szomorú sóhajtásod. Lehetőségek klastromában annyi elrejtett fákja szent él. Uram, hát mi az én érdemem, hogy megláttál és kiszemeltél? Viaszk vagyok és rongy szövétnek. Mit se tanultam, mit se láttam. S te tudod, hogy egy gyertyalánk nagyon kevés az éjszakában. Erdei sok-sok sétaútban szemed már nagyobb éjt is vert át, s te mégis viszel engemet, lengő, libegő, pisla gyertyát. Neked köszönhetem, hogy néznek, s hogy engemet is néha látnak, s hogy csodálkozva bámulom a sötét ívű égerfákat. Gyertya vagyok az éjszakában, fényért harcoló gyönge bajnok. Neheztelsz-e rám, én uram, hogy jobbra hajlok, balra hajlok. Úgy szeretnék a kedvedre égni, reszkető, boldog éjj útban. S ha gyöngeségem fáj neked, csak sóhajts nagyot, és kialudtam. Áldott adventi ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kedves testvérek, az advent szó azt jelenti, valami, valaki jön, érkezik, vagyis ott van valaminek, valakinek a jövetele, és egyben annak készsége, hogy befogadom azt, aki jön, aki érkezik, magát az Urat. Éppen pedig benne van ebben az a fajta meglepetés, ami jön sohasem olyan, aminek gondoltuk, terveztük, hittük, vártuk. Van egy olyan része, ami meghalad minket. Mert az élet több, mint a mi gondolataink,
tapasztalataink sokkal gazdagabb és kreatívabb a mi elképzeléseinknél. Kedves testvérek, az advent másik eleme a várakozás. Minden dolognak megvan a maga várakozási ideje. A csirázásnak, a kelésnek, a rügyezésnek. Amíg mindezek nincsenek, meg addig nincs születés, nincs új élet. Miért kell olyan földön dolgozni, ami nem hoz semmi termést, kérdezte a tanítvány a mestertől. Azért, mert amíg egy ilyen földön dolgozol, az alatt földművessé válsz, hangzott a válasz. Valamint dolgozni nem csak a dolog változását hozza, hanem a személy átalakulását is. Megtanít élni, mássá válni. Az advent is egy ilyen alkalom. Ha nincs indulás, nincs érkezés, nincs találkozás. Ha nincs meg a keltetés ideje, nem lesz születés. Ha nincs advent, nincs karácsony. Most kedves testvérek, mi, akik a keresztségben részesültünk, fogjuk meg egymás kezét, és mondjuk egymásért, a melletted lévőért, aki balon, jobbodon áll, a legszentebb imádságot. És kérjük, hogy ez a várakozás, ez az adventi idő kegyelemmel teljen az életünkben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket és őrizzen a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Shoot.